Bátorító üzenetek minden napra. maiige.hu A jó és a rossz szokások észrevétlenül megkönnyítik, vagy éppen megkeserítik mindennapi életünket. Tudtad, hogy már pár egyszerű szokással is csodálatosan megváltoztathatod a jövődet? A Szokások ereje című ingyenes kiadványunk segít akár 10 olyan szokást kialakítani, amely megváltoztathatja az életedet és a jövődet is. Rendeld meg a videó leírásában található linken, vagy írd nekünk az info@maiige.hu e-mail címre. Ne hallgass a vádlóra! Levettetett testvéreink vádlója. Jelenések könyve 12. fejezet 10. vers. Egy irodában dolgozó férfi szerette sajátos módon megtréfálni az új alkalmazottakat. Oda ment hozzájuk, és ezt csuttogta: tudják, mit tettél? Majd mosolyogva távozott. Az illető először zavarba jött, aztán aggódni kezdett, és azon tűnődött, mit tettem, majd azon töprengett, kik tudják, mit tudnak, és mit beszélnek rólam. Mivel pedig még a legártatlanabbak is hajlamosak önkéntelenül is védekezni és eltitkolni dolgokat, az új alkalmazott egész nap szorongott. Pontosan így dolgozik a sátán is. Rágalmakat szúr. De van egy jó hírem. Levettetett testvéreink vádlója, aki a mi Istenünk színe előtt éjjel és nappal vádolta őket. Legyőzték őt a bárány vérével és bizonyságtételük igéivel azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. Jelenések könyve 12. fejezet 10-től a 11. versig. Van egy verhetetlen stratégia a vádló hangjának elnémítására. Mi az? Emlékeztesd arra, hogy Jézus Krisztus vére megtisztított minden bűnöttől. Ahogy Jézus legyőzte a sátánt a pusztában, úgy te is legyőzheted őt minden alkalommal, ha ráállsz Isten igéjének igazságára. Nem Isten kárhoztat. Ő azt akarja, hogy tudd, szeret téged, megbocsátott neked, és teljes mértékben elfogad. Pál ezt írja: kivádolná Isten választottait, hiszen Isten az, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra, hiszen Krisztus Jézus az, aki meghalt, sőt feltámadt, aki Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Pál rómabeliekhez írott levele, 8. fejezet, 33-tól a 34. versig. Hagyd hát abba az önostorozást! Jézus azért jött, hogy megmentsen, és tudtodra adja, hogy a bűneidre kiszabott büntetés eltöröltetett, és megtört a hatalma az életed felett. Isten igaznak lát, te is tekintsd magad annak. Te ismered már azt a 10 életedet és jövődet megváltoztató szokást, amely Istennel való kapcsolatodat erősíti? A Szokások ereje című ingyenes kiadványunkat megrendelheted a videó leírásában található link alatt.